Sok szeretettel köszöntöm a Régió Plus televízió nézőit. Önök a Porta 42. adását látják. Mai műsorunkban helyszíni riportjainkat láthatják. Beszélgetés a zsámboki népviseletről Sós Józsefné Veronénivel. Majd a tejről és tejtermékekről beszélgetünk Fuchs Tamás, valkói agrármérnökkel. Tartsanak velünk! A stábunkkal zsámbokra érkezve megálltunk egy sarkon, és afelől érdeklődtem, hogy hogy jutunk el a tájházba, illetve hol találjuk Sós Józsefnét. Egy páran kérdően tekintettek rám, aztán hirtelen észbe kaptam, és javítottam, azt kérdeztem, hogy hol találjuk meg Vera nénit. Na, aztán erre rengetegen egyszerre válaszoltak. Ebből nekem azt tűnt, hogy önt itt mindenki ismeri zsámbokon, és tudom, hogy azért is, mert zsámbok szülöttje, és közel 40-50 esztendeje készít népviseleteket. Ha visszatetszik rá emlékezni, hogyan kezdődött ez? Hát az egész úgy kezdődött 54-be, hogy a férjem azt mondta, hogy én nekem vesz egy varrógépet azért, hogy az ő munkás nadrágjait megvarjam vele. És annál a varrógépnél kezdődött el, hogy egyik is, másik is kérte, hogy hát próbáljak varni a szomszédok, a szembe levők, a környéken levők, mert már akkor kezdtek kihalni a népviselet varró asszonyok, és hozzá fogtam népviseletet varni már akkor. De viszont közben jött a TS, és elmentem dolgozni, egy időre megszakadt a géppel varóvarrás, de bennem élt mindig azért a rokonaimnak, a jó ismerőseimnek, még szombat, vasárnap is megvártam a népviseleti öltözetet. Volt, akinek éjjel 2 órára készült el, mert már akkor indult a repülőre, hogy Lengyelországba ment nyaralni, és hogy a legszebb kötény legyen előtte. És akkor vittem el neki a kötényt, hogy reggel 4 órakor föl tudja kötni. Igen, és aztán, mikor a TS részemről megszűnt egy bizonyosok miatt, és akkor újból elkezdtem várni. És akkor megint megleptek a várrással, mert környékünkön még mindig népviseletes asszonyok élnek, azoknak gyerekeik vannak, akik be vannak öltöztetve, és azoknak is meg kellett várni a viseletet, és így bizony egész napokat ülök a varrógépe még most is, és varrom a kicsiknek az egész piciktől, 3 évestől, hát a 60 évesig, vagy az 50 évesig, akinek még hiányzik valami a népviseletből. Ide a tájházba érkezve valóban gyerekek és asszonyok fogadtak minket népviseletben. Első látásra nekem olyan benyomásom volt, mintha keverednének a különböző motívumok, a különböző minták. Egy-egy ruhát nézve, mintha a matyóviselet jutna eszembe. Aztán olyan is volt, amikor teljesen más tájegységről, de ön aztán elmondta nekem, hogy bizony-bizony ez csak erre a településre jellemző, magyarán mondva zsámboki népviselet. Igen, ezt a viseletet nem találjuk meg. Sokat szerepeltünk, együttes tag voltam. 76 óta jártuk az országot, ahova meghívtak bennünket, de sehol nem találkoztunk hasonló viselettel, mint a miénk, akiben ennyi kézi hímzés, gépi hímzés lenne benne. Mert a kötényekben, ahol ki vannak hímezve ezek a kötények, ahol a rengeteg virággal is utána géppel, csupa sárga cirnával megint a rozmarin galgakot, a tulipánokat belehímezni, és azt géppel kell mint csinálni. Igen, és hát elég munkás ez a viselet, nagyon munkás és nagyon drága. Nagyon sokba kerül ha egy kisgyereket is, egy kislányt fölöltöztetnek, az is horribilis összeg a mai világban, hogy átul az éjig, a kis fehér alsóktól a színes felső öltözetig, hogy fölöltöztessék, elég sokba kerül, és azért még mindig igénylik a szülők. Ezek a mostani szülők is, akik már nem ezt a viseletet hordják. A népviseleteket nézve talán kezdjük azzal, hogy ha jól látom, akkor minden korosztálynak nagyon egyedi, nagyon szembetűnően
különböző ruházata van. A gyerekektől kezdve, a menyecskéken keresztül, egészen az idős nénikékig. Tetszett mondani, hogy nagyon igényes, nagyon sok munkát igényel ezeknek az elkészítése. De úgy tudom, hogy ezt a mai napig tetszik csinálni. Igen, a mai napig. Így van, és különbözőek valóban. A legdíszesebbek a nagylányok, akik azok a 16-18 évesek, azok gyönyörű, szépen fölöltözve, utána az új menyecskék, akik még díszesebbek, a csipkés végető a fejükön, mikor menyasszonyból menyecske lesz, és gyönyörűen a szaknyájaik is, azok is mind vagy hímzettek, vagy méltóságosak, delének, posztók. Ebből áll a zsámba kiviselet, eléggé drága anyagokból, bársonyokból, igen, és azok kihímezve, amelyik éppen arra alkalmas, hogy egy-egy alkalomra megfeleljen, egy-egy ünnepre, mert minden ünnepnek külön hangulata van. Bármilyen ünnepet ülünk meg, és abban úgy kell beültözni. És a korosztály is beszél, hogy ki hány éves. A fiatalabbak gyönyörű, világos színűekbe, és aztán elhalványul a 30 év fölöttiek, most már ebbe az időbe hordják. De régen nem hordták, mert azok már nem vették fel ezt a szép színes öltözetet. Ha volt lánya, azért nem vette fel, hogy annak megspórolja, mert akkor már nem kellett megvenni neki, spórolt vele. De ha nem volt lánya, de testvérének volt lánya, annak is megspórolta, hogy legyen annak is szép posztószoknya, vagy delénszoknya. Említsük meg néhány speciális ruhadarabot. Én azt hiszem, hogy a kedves nézők közül vannak olyanok, akik nem találkoztak még ezekkel a kifejezésekkel, de ön majd útba igazít minket, tetszik nekünk róla mesélni. Hát van a fékető, van a kacó, van a kecele, vannak a különböző szoknyák, a különböző korosztályoknál hogy néznek ezek ki? Mondjuk kezdjük fejtől lefele. Hát igen, mindenki különbözően. Hát vannak sötétebbek az idősebb asszonyoknak, vagy fejtől lefele a fékető, amit úgy nevezünk, de mi nálunk féketőnek hívjuk, és nem főkötőnek, mert mi nem kötjük föl. Egy fésű fogja meg a két kapcsot, ami a féketőre rá van várva. És úgy áll a fejünkön ez a fékető. És akkor onnan lefelé jön a kacó, ami lehet különböző színű, minden árnyalatban. A fehértől, a feketéig, de színbe, mintában mindenbe változhat. És akkor utána jön a kötény, ami csak fekete és kék. Az lehet bársony, vagy szatyilló, vagy bármilyen anyag, de az csak fekete és kék színű. Ez a két színű kötényünk volt. Szoknyából pedig abból is a színeknek az egész skálája. Minden benne lehet. Van itt egy hagyományos fesztivál, amit minden esztendőben a Szent István napi ünnepségek környékén rendeznek meg. Legjobb tudomásom szerint az idén is lesz, 2012-ben. Ennek az a neve, hogy lecsót a keceléből. Ha ezt valami másik tájegységen mondjuk, akkor bizony nem értik, hogy miről is van szó. Igen, mert a kecelét ezt talán csak itt használják. Másütt kötények, kötény, most már mi nálunk is köténynek mondjuk, régebbi időkben volt kecele. Gyereknek valamikor szokták is mondani, hogyha füllentett egy kicsit, anyád keceléjét ne füllents ma ekkorát. Igen, hát ez még a tájszólásban is, meg ilyenből is megemlékezhetünk róla a keceléről, de most már nálunk is kötény lett a kötény. A keceléből kötény lett, de a Lecsó Fesztiválon ott kecele. Igen, és abba szedtük valamikor a kertbe bele azt a néhány cső paprikát, paradicsomot, hagymát, és kész volt a lecsónak az anyag. Nem kellett vödröt levinni, ami vasvödör volt akkor. Ma már műanyagvödör van, könnyen levisszük, de akkoriban vasvödör is nehéz volt, és a kötényt föltűztük de a szoknyánkhoz, beleszedtük az árut, és fölmentünk, és ma csinálhattuk is a lecsót.
ezeken a hagyományos lecsó fesztiválokra csak a zsámbokéjakat várják, vagy esetleg az ország más részéből is érkeznek? Jaj, interneten meg van ez hirdetve, de hogyha valakit el akarnak most úgy érni, a művelődési ház vezetője, hogy jöjjön el szerepülni, hát rengeteg ismerőseink vannak a környéken is, meg bárhol messzin is ismerősök vannak, ezek a szereplők, hagyományőrzők, és azokon telefonon megkeresi, és akkor meghívja őket. Hát aki el tud jönni, az el tud, aki nem, az akkor mondja is, mert mindenkire számítani kell, mert ha vendéget várunk, arra készülni is kell, és akkor úgy várjuk a vendégeket, hogy tudjuk, hogy hol, hány személyre lehet számítani. És akkor ha nem elég a 30 lecsofőző, akkor lesz 40 vagy 50 lecsofőző, hogy elég legyen lecsó mindenkinek. Reméljük, az idén is sokan eljönnek. Térünk vissza a népviseletekre. Ahogy néztük a különböző korosztályoknak a jellegzetes viseleteit, nagyon szembeötlő az, hogy a fehértől a fekete színig használják a különböző árnyalatokat és a különböző színeket, ha erről tetszene nekünk mesélni. Hát ezt úgy lehetne elmondani, hogy valamikor ez a viselet ez olyan volt, hogy meg lehetett tudni a 30 év fölöttieket, ha valaki ismerős volt itt zsámbakon, hogy kik viselik, milyen színű ruhát viselnek. 30 év fölötti asszonyok eléggé sötét ruhába jártak már. 30 évig jártak ebbe a rikítós, fehér, piros, rózsaszín hímzett anyagok. És 30 év fölött már akkor maradt a mélyebb szín, a zöld, a kék, a barna szín. Igen, és akkor 50 év után már csak fekete volt. Mindegy, hogy gyászolt valaki, vagy nem gyászolt, az már öregasszony volt, aki 50 év fölött volt, és csak fekete ruhát, végig fekete ruhát hordott. Igen, akár a fejét bekötve, akár szoknya, kaszó, kecele, minden fekete volt. Mikor vették fel a fiatalok, a középkorosztály, illetve az idősebbek ezeket a díszes ünnepi népviseleteket? Csak ünnepkor, vagy hétköznap is előfordult, hogy ebbe járnak? A legdíszesebbeket csak ünnepkor, és még akközt is különbséget tettek, hogy pünkösd, vagy húsvét, vagy búcsú, vagy karácsony, akkor a legleg, amit mondjuk azt, hogy lekötőskacó, itt is volt az egyik menyecski lekötőskacó a fiatalokon, és a nagyon szép posztó szoknyak, hímzett kötények voltak, és abba mentek. De különben be volt osztva minden hónapnak minden vasárnapja. Az első vasárnap, a második vasárnap, az első vasárnap, harmadik vasárnap az rózsaszín vagy piros szoknyába történt, ahhoz fehér blúz illett, a rózsaszínhöz, a piroshoz, csupa fehér. De a második vasárnap és a negyedik vasárnap az már zöld vagy kék szoknyával ment, mert ugye azokat is kellett azért viselni, és ahhoz fölvettük már ezt a díszes, úgy neveztük, hogy százszor szép kacó, ami fehér alapon virágos volt. Már ahhoz föl lehetett a zöldhöz, a kékhöz venni azt is. Úgyhogy be volt osztva még a vasárnap is, hogy ki milyenbe mehetett, vagyis csak ezt a fiatalokra mondom, mert az idősebb asszonyoknál már majdnem egyhangú volt. Azt vette, ha zöldet vett, első nap vasárnap zöld volt, ha barnát vett, barna. De a fiataloknál 30 évig, ha valaki eltévesztette, hogy most első vasárnap van, és nem a pirosat vette föl, hanem egy zöldet, hát akkor nem volt még tévé, pletyka volt, hogy ne nézd ma a zöld szoknyát föl, ez nem szégyeli magát, nem tudta, hogy első vasárnap van. Ilyen dolgok is voltak még abban az időben, igen. A tájház tiszta szobájában járva láttunk gyönyörű, szép, felöltöztetett babákat. Valahogy úgy lehetne összefoglalni, hogy a babák a bölcsőtől a sírig korosztály szerint vannak felöltöztetve. Ez is azt hiszem tükrözi azt, amit a felnőttek élőben viselnek. Ezeket is ön készítette? Igen, én készítettem ezeket is, ezek saját babáim, ez a 12 baba, bölcsőtől a sírig. Hát szinte akarva nem csináltam teljes tiszta fekete ruhás
babát felöltöztetve, mert az annyira mély van, és annyira nem vonzó, inkább ezt a virágvasárnapi öltözetet használtam föl a legutolsó színnek, vagyis a legutolsó színnek is korosztálynak valót. És így mindenkinek tetszik legalább az a fekete öltözetes baba is. Igen, és hát babát én rengeteget. Én külföldekre is annyi népviseletes babát vártam ma a Kanadától. Ausztráliáig, németekről nem beszélve, mert oda-oda nagyon sokat. De bárhová. Akik itteni ismerőseik vagy rokonaik vannak, és ilyet vesznek nekik, vagy küldenek nekik ajándékba. Zsámboki viseletes babákat. Igen. Olvastam Veroninről, hogy annak idején fattyazott. Árulj el nekünk, mit jelent ez a fattyazott szó? Igen, ma ott is nagyon szerettem a szép ruhanyagokat. És akkor abban az időben, amikor még én gyerek voltam, nem voltak vedbabák, nem is lehetett. Akkor még szegény volt a nép a 30-as években. És akkor mi saját magunk készítettünk babát. Kerestünk két pálcadarabot, ami az egyik volt 20 centis, a másik 10 centis, mindjárt a kéznek oda szereltük azt a 10 centiset, és annak fejet csináltunk fehér ruhából, kirajzoltuk szemét, arra a száját, és ma öltöztettük is a babát, tűcérna. Hát ha tű addig volt, még az ki nem csúszott valahonnan, valahova is, még nem lett, hát ebből mindig baj volt, mert a szüleim mindig, akkor volt a házna egy nagy tű, meg egy kis tű, és azt ha elvesett, akkor nem volt semmilyen. És akkor mindig baj volt belőle, hogy tűt kellett keresgélni, de én akkor is szereztem tűt, és mindig szerettem összeszedni ilyen népi varrónőktől a lemaradt kis darab újanyagokat, és abból készítettem a babának a ruhát. Már akkor is ilyen fattyas volt, amit szerettem a babákat készíteni. Szerettem most, és szeretem végtelenül ezt a ruhákat varni. Oly boldog vagyok, mikor föl vannak öltözve ezek a gyerekek, ebben a népviseletben, hogy nem tudom elmondani, én rabja vagyok, amíg élek ennek a viseletnek. Ezt merem mondani. Szeretem csinálni is. Úgy tudom, hogy Vera néni a népművészet egy másik ágát is nagyon sokáig művelte, hiszen hosszú-hosszú éveken keresztül énekelt a helyi asszonykórusban. Igen, 76 óta voltam benne, 1976 óta voltam az együttesben benne, hát akár kirándulással, akár szerepléssel, én is ott voltam mindenütt. Igen, és szerettem is csinálni. De 95-ben meghalt az édesanyám, és utána nem tudtam elmenni 3 évig. Hívtak ezek az asszonyok akkor is, hogy menjek, de nem volt ki, 3 év után elmentem. 98-ban. De nem esett ma úgy a szereplés nekem akkor úgy, valahogy nem éreztem ma úgy, ezek a fiatal asszonyok sokkal jobban tudták csinálni, ma úgy éreztem, mint én. És akkor 2002-ben úgy döntöttem, hogy akkor volt a tanárnéni vezetett bennünket, volt itt egy Györe Bélani tanárnéni, és annak mondtam, hogy én nem tudok menni tanárnéni tovább. És ő jóvá hagyta, ha én így akarom, legyen így. De én továbbra is eljártam őket megnézni mindenüve, amikor itthon voltak, vagy ha mentek szerepelni, elmentem velük is, elkísértem őket, ott is segítettem, ha kellett a fejüket bekötni, a ruhájaikat megigazítani. Az én velük voltam addig, akkor is, meg még ez idáig is mindig ezekkel az asszonyokkal szeretek lenni. Hívnak vissza most is, hogy menjek, menjek. És nem megyek, nem tudok, nem, ilyenkor már nem olyan, nem úgy esik az embernek a szereplés, ahogy korosodik. Vera néni, talán a világ minden táján, ha népművészetről beszélnek, akkor a mostani generációnak, és talán a nálunk idősebb generációnak is mindig felmerül az a kérdés, hogy vajon mit sikerül ebből átörökíteni a gyermekeinknek? Tovább viszik-e azt az örökséget, ami hosszú évszázadokon keresztül kialakult, fejlődött és továbbadódott? Hát erre nehéz válaszolni. Én ismerem itt a környékeken, akiknek varrok, szüleiket is ismerem. És lelkesek is, aki most itt volt ez a szereplők, ez a két fiú, meg az egyik kislány, az ő gyerekei. Ez egy nagyon lelkes asszony, ez a Bodáné.
Tehát csak ez a baj, talán úgy lehet, hogy egy van belülük, aki ilyen lelkes, hogy még után nem talán, vagy egy másik után tudna vinni ezt a dolgot, hogy összeszedi még ezt a fiatalokat, hogy hoz ki belőlük valamit. De most a mai fiatalok már nem, hát, hogy mondjam, nem minden költözne be egy milyen alkalomra, mint most itt volt ez a két kislány. Hogy bármikor szólnak nekik, ők hajlandók felöltözni. Hát ez egy, már ez most egy ruhaszeretet, hát ennek a hagyománynak a szeretete, vagy hogy mondjam, már bennük van. De ez a két lány. De hol a többi? Még az a 10 vagy 15, aki köllene egy csoportba. Volt itt, van itt gyöngyösbokrítások is, vannak fiatalok. Hát olyan nehéz őket összetartani, olyan nehéz őket összeszedni, aki a vezetőjük, hogy egy szereplésre összeszedje nem 12-t, összeszedje azt az 5-6-ot, aki van, de már párjaik, még fiúk nincsenek is. Hát akkor legény nélkül egy lány mit ér? Úgy gondolom, hogy ez nem csak Zsámbokon és nem csak Magyarországon probléma, hanem talán a világ minden táján. Vera néni rengeteg kitüntetésnek a tulajdonosa, ami azt tükrözi, hogy nagy megbecsülésben részesült, mind Zsámbokról, mind a környékről. Mik a tervei a jövőre vonatkozólag? Azért kérdezem, mert azt hiszem mondani, hogy a mai napig dolgozik. Igen, még mama is dolgozik, még dolgozok, még mindig ott van. Most a múlt héten hoztak egy ilyen kis 4 éves kislánynak a nagyszüleivel együtt, eljöttek és hozták a ruhákat, és azt le kell mérni azt a kicsit, milyen a válla, milyen a hossza, miből mennyi kell, és akkor ha megvárom, akkor próba. Elhozatom a kislányt, rápróbáljuk, még nincs kikeményítve, még nincs kivasálva, és ha igazítani kell rajta, akkor még hozzáigazítom. És akkor mondom nekik, hogy még most itt bevártam ezt a részét, de ha 2 év múlva a kislány nől, hát majd szedjétek ki, és akkor nől az a ruha vele, hogy még egy évig hordhatja a lány, nem kell fizetni érte. De nem csinálják meg. Vagy nem tudják, vagy nem csinálják, mert az mind nálam köt ki újból. Igazítsam. Vera néni után nem merik csinálni, mert úgy gondolják, hogy ez a mestermunka. De hát azt olyan egyszerű volna, hát a gyerekre, hogy rájön, be van varva, kiengedjük, kész egy kicsit nőtt. Nem. Hát most ez így van. Most mit csináljunk? Én nagyon szeretem ezt a viseletet, még mondom már, még lennék annélkül is, hogy nem varrok, de hát azt nem lehet, hogy valaki ne várja még ezt a gyerekeknek, ezeket a ruhákat, hogy hagy örüljönek úgy a szülők, mint a gyerekek. És hogyha most nem nevelik bele ezt a gyerekeket, szeretik ezek a mostani kislányok is ezt a viseletet, de akkor most mikor jöjjönnek rá, hogy majd olyan ruhám is volt valamikor, és jó lenne beöltözni megint olyannak? Hát mert ezt valahogy így kellene kezdeni, az élet minden terén így van ez, hogyha nem szokjuk meg azt, amit szeretünk csinálni, vagy amit muszáj még csinálni, ezt meg kell csinálni mindig. És hogyha beöltözés, és hát ez a beöltözés is olyan, hogy hát vannak, akik még szeretnek, kicsik szeretnek, nagyon szeretnek beöltözni, de sajnos attól félek én, hogy kimegy a divatból ez teljesen. Kinövik a kislányok a ruhájukat, és nem lesz, aki még nagyobbítsa. Itt vége lesz a zsámba költözetnek, én mondom. Reméljük, hogy nem így lesz. Vera néni, a további munkájához jó egészséget kívánunk. Hát nagyon szépen köszönöm. Hát még egy darabig csinálom, mert szeretem is csinálni, ameddig lehet. Addig fogom csinálni. Ameddig visszaemlékezik, hogy most 12 vagy 25 centi a válla, mikor még varrom, mert azért már volt olyan elődöm varrónő, aki meghalt, hogy sajnos nem tudta, hogy miért mérte le a vállat a gyereknek, és vissza kellett hívni, hogy megint megmérje. De én okosabban csinálom, fölírom. És megnézem, hogy mennyit írtam be, és akkor majd úgy kezdem el a varrást. Így van, és ameddig még így megy, addig csinálom. Köszönöm szépen. Szívesen, én is köszönöm. Fuchs Imre, a Valkói Fuchs Tej Kft. Tulajdonosa, beszélgető partnerem. Gödöllőn végezte az Agráregyetemet, honnan vezetett az út idáig,
amikor elmondhatjuk nyugodtan, hogy ez a KFT Magyarország egyik legnagyobb állattenyésztő és tejtermékfeldolgozó cége. Hát nagyon hosszú volt az út idáig. Több mint 30 éve kezdtük az állattartást, tehenekkel kezdtünk ő annak idején, mint őstermelők. Maga az állat szeretete az, ami tartotta bennünket ezt a folyamatot, és erőt, hogy tudjunk foglalkozni az állatokkal. És 2004-ig, mint őstermelő foglalkoztam vele, 2004-től egy KFT-t alapítottunk, amikor a létszámot olyan mértékben fölfejlesztettük, hogy már a KFT keretein belül kellett működtetni. Akkor elértük a tehén állományba 200 darab fejüstenet és a 150 darab borjú növendékállatot, valamint a kereskedelmi állományt fejlesztettük föl közel 500 darabra, ami azt jelenti, hogy ebből 300 fejűs. Menet közben a igényeknek megfelelően kialakítottuk a uniós tejüzemünket, tejfeldolgozó üzemet, ahol a termékeket gyártjuk, szem előtt tartva a egészséges táplálkozás szempontjait, a termékeink tartósítószer nélkül készülnek, igaz, hogy rövidebb lejárattal vannak, mint a más tejfeldolgozó üzemek termékei, viszont a vásárlóink ezt tudják, hogy mennyi ideig tarthatók ezek el, és szeretik ezeket a termékeket. A termelés mellett mi felvállaltuk a termékeknek a feldolgozását és a saját kézből való értékesítését. Itt kialakítottunk egy saját bolthálózatot, amit minden nap friss termékkel töltünk. A vásárlóink várják ezeket a termékeket szinte minden nap. Fő profilunk a nyers tej, mellette az alaptermékek a túró tejföl. Nagyon finom ivó, joghurtos csinálunk gyümölcs, különféle gyümölcsökkel ízesítve, tehéngomaját, emellett a kecske termékeket is gyártjuk. Úgy tudom, hogy Pest megyében önöknek van a legnagyobb kecske állománya. Mit jelent ez létszámban? Igen, mi vagyunk a legnagyobb kecsketartók. 300 anyakecskénk van, és jelen pillanatban 300 növendék, ami az állományt képezi. Milyen fajta kecskék ezek? Több fajtával indultunk, próbálkoztunk alpesi őszbarnával, amit a gödöllői Molnár József professzor úr állományából tudtuk vásárolni, valamint szánentálival és egy magyar őshonos vegyes állománnyal próbáltunk. Azt hiszem, a kedves nézők kevesebb kecske tejből készülő terméket ismernek, mint tehén tejből készült. Éppen ezért egy kis kedcsinálónak soroljunk fel néhány olyan tejterméket, amelyet önök kecske tejből készítenek. Elsősorban folyadéki ivótejet árusítunk, de csinálunk emellett nagyon finom gomolyákat, többféle ízesítésben, fokhagymás, zöldhagymás, borsos, csilis, ezek nagyon közkedveltek. Most tervezzük, hogy érlelt sajtot akarunk majd még mellé hozni a palettára, valamint csinálunk még kecske joghurtot, ami megint egy különleges termék, úgy ízileg, mint belsatalmilag nagyon szeretik a vásárlóink. Kecske állomány szeretnénk tovább növelni, mivel kiemelt ágazatnak tekintjük a tehén mellett. Egyrészt sokkal egyszerűbb a tartása, és sokkal hálásabb és hatékonyabban termel, valamint az emberek táplálkozási szokása is változnak, mi kezdetben ezt a kecskét nem nagyon kedvelték, egyre több új vásárlónk van, aki megismeri ezt a terméket, tudja ennek a jótékony hatásait, ismeri a kecskének a ízét, és nem iszonyodik tőle, tehát egyre több vásárlót kapunk, és emiatt bővítünk. Tartsunk talán egy kis sorrendet. Ön azzal kezdte, hogy először néhány darab tehenet vásárolt, és ez a tehén állomány aztán szépen kezdett szaporodni. A kedves nézők is látják a felvételeken, hogy egy speciális fajtát tartanak, aminek úgy tudom, hogy jobb a tejhozam, mint a hagyományos idézőjelben magyar fajtának. Igen, kimondottan a tejtermelésre orientálódtunk, a Holstein Fries fajtát tartjuk. Korábban a magyar tarkával szemben, igaz, hogy a beltartalma a tejnek közel sincs olyan, mint a magyar tarkáé, de sajnos ez a rohanó világ és a fokozott hozam növekedés az embert arra kényszerítette, hogy ezt a fajtát vállaljuk és ezzel dolgozzunk. Itt nem ritka 50 literes tején, jelen pillanatban is 10 van az állományban.
most értünk el egy állattal, hogy elértük a 100 000 literes termelést, ami idáig korábban még nem fordult elő, a tizedik laktációjával elérte a 100 000 literes termelést. Azt hiszem, hogy a hétköznapi emberek, akik eddig csak kisebb gazdaságokat láttak, vagy esetleg csak otthon fejtek tehenet, szinte el sem tudják képzelni, hogy milyen technológiával lehet naponta ennyi tehenet többször is megfejni. Nagyon odafigyelő és rendkívül precíz munkát igényel itt a takarmányozás. Az állat elhelyezés az sajnos nem teljesen tökéletes, nagyon sok fejlesztés áll még előttünk, de a mély almos tartással vagyunk a teheneknél. Szeretnénk ezt tovább javítani, de így a adott körülményeket képest egy átlagon felüli takarmányozással tudjuk elérni ezt a hozamot. Terveink szerint szeretnénk ezt tovább bővíteni, úgy a létszámot, valamint a tejtermelést, a napi 5000 és 5500 liter közötti termelésre gondolva. Úgy tudom, hogy van egy úgynevezett díjnyertes tehenük is, amely már túl van a 100 000 literedik tejen. Igen, ezt 2004-ben vásároltuk Herceghalomból, ami jelenleg is kitűnő kondícióban van, és a tizedik laktációját éppen most éli, és már vemhesültve van. 27-én lesz itt az oklevél átvétele és az avatása a tehénnek, valamint a fotózása. Láttuk elkülönítve a kis bocikat, láttuk elkülönítve azokat a teheneket, amelyek néhány hét múlva megellenek. Milyen EU-s feltételek voltak? Mennyire tudták összhangba hozni az EU követeléseket, ugye egy háztáji gazdaságnak az adottságaival? Elég nehéz összehozni. Az EU-s követelmények ugye jelentős beruházásokat igényelnek ahhoz, hogy ez nem meg tudjon valósítani. Tudni kell, hogy a TS-től, amit vásároltunk területet, az istállók mind hagyományos istállók voltak. Ezeknek az átalakítása megtörtént. Nagyon sok beruházást igényel még a trágya kezelés, a trágya elhelyezés, a takarmányozási vonalon fejlesztettünk etetőút kiépítésével az elletőnek a kialakítása, tehát egy nagyon komoly előkészítő munka, és azért ki kellett itt találni, hogy a régi hagyományos technológiát hogy alakítjuk át ennek a követelményeknek, ami még jelenleg is folyamatban van. Szeretnék ezt tényleg rövid időn belül teljes mértékben fejezni. Az idő nagyon sürget bennünket, mert azért határidők vannak itt ezen a vonalon. A uniós üzemünk, ami már teljes mértékben ezeknek a követelményeknek megfelelve épült, az 3 éve üzemel, ugye a feldolgozó üzem. A Kecskefejőház úgy szintén az uniós követelményeknek készült, az 4 éve csináltuk, korábban kézzel fejtük ezt a sok kecskét, tehát ez elég jelentős fejlődésen mentünk keresztül. Nagyon sok munkát adott ez nekünk. 2004-ben 5 emberrel indult a mi vállalkozásunk, ez a KFT, 5 embert alkalmazott az állattenyésztésbe. Most már a teljes feltökkumban 50 személynek adunk munkát, és 50 embernek adunk itt megélhetésre a körben. Volt erre valami állami támogatás? Pályázhattak-e valamilyen pénzösszegre az EU-s átalakítás kapcsán? Igen. Több ízben pályáztunk a tejfeldolgozó üzemnél, a trágya beruházás és trágya fejlesztési vonalon pályáztunk. Állatjóléti pályázatunk van így élőben, ami jelenleg is folyik. Sajnos nem sikerült mindent megoldanunk, tehát a pályázatot végül megnyertük, de a bankok nem adtak pénzt, az előfinanszírozni nem tudtuk. Így a türelmi idő lejártával le kellett mondanunk ezekről a pályázatokról. Ezekről viszont véglegesen nem mondtunk le, újabb pályázatot akarunk erre beadni, és szeretnénk a jövőben ezt pótolni, továbbfejleszteni, mert a korszerű tartáshoz nélkülözhetetlen az, hogy ezek a feltételek ne legyenek adottak. Térjünk rá a termékekre. Eszembe jut egy régi reklám, ami szerintem most is érvényes, én legalábbis betartom, a tej élet, erő, egészség.
Tudjuk, hogy a magyarországi piacon rengeteg olyan tejtermék található, tej és tejtermék, amelyek talán nem bírnak már akkora tápanyag és vitamintartalommal, mint a házi tej. Önök értékesítenek friss tejet, értékesítenek viszonylag alacsony hőfokon pasztőrizált tejet és tejtermékeket. Szignifikáns különbség van ezek tápanyagtartalma és a túlságosan pasztőrizált tejtermékek tápanyagtartalma között? Igen, nagyon különbség. Tehát szerencsére egyre több vásárló ismeri ezt fel, és nagyon széles körbe kezd elterjedni így a házi tej és a házi tejtermékeknek a fogyasztói körbe. Mi különösen kitűztük célkitűzésünknek, hogy csak olyan terméket gyártunk, amit mi magunk is szívesen elfogyasztunk. Alacsony hőfokon kezeljük a termékeket, viszonylag megmaradnak benne a megfelelő tápanyagok. Nyers formában is forgalmazunk tejet, tehén, tej és kecsketej esetében is. Tehát igazán a vásárlóknak a szokásait, valamint a igényeit figyelembe véve mondhatni, hogy nagyon, nagyon meg vannak elégedve, nagyon szeretik a terméket, és a saját boltjainkon kívül van egy viszonteladó bolthálózat, aki szívesen forgalmazza a mi termékeinket, pont ennél fogva, hogy ezek a házi ízeket közelítik meg, és hatásosabbak tényleg így az ember szervezetére ezek a termékek. A tejtermékek közül van-e olyan, amit úgymond önök kísérleteztek ki? Hát ezeket a divójoghurtokat találtuk így ki 3 évvel ezelőtt ezekbe az ízekbe, amiket most gyártjuk. A legutóbbi íz, ami nagyon felkapott és nagyon közkedvezett, a homoktövises divójoghurtunk. Ezen kívül nagyon szeretik a vásárlók a savvóitalunkat, amit legutóbb csináljuk, egyrészt natúrba, valamint vodzával ízesítve, szintén nagyon kedvelik. De a különféle gomolyáknak a ízesítéseit is mindig próbálkozunk valami újjal, valami különlegeset a vásárlóknak bevinni. A régi megszokottak mellett ezeknek kimondottan örülnek, és megtaláljuk mindig a megfelelő kört, aki ezeket vásárolja és szereti. Hazánkban az önök vertikumához hasonló szélességben és nagyságrendben dolgozó KFT vagy őstermelő van-e? Igen, egyre több vállalkozás van, aki túlélte ezt az elmúlt időszaknak a nehézségeit. Hasonló nagyságrendben itt a környékünkben is vannak tehéntartók, akik szintén közvetlen értékesítenek a vásárlók felé elég nagy sikerrel. Szerintem egyre nagyobb a jövője ennek a vonalnak is. Igazából nekünk a nagy szerencsénk az, hogy Budapest vonzás körébe vagyunk, és így meg tudjuk találni azokat a pontokat, ahol a vásárlók könnyen hozzájutnak a termékhez, szembe azokkal, akik a fővárostól messzebb vannak, mert azért a szállítási költség nagyon megnehezíti ezeknek a értékesítést és megfelelő pontra való eljutatását. Valahol azt olvastam, hogy az Unióba történt belépésünk óta az egyik jó ír az, hogy megnövekedett a tejtermékek exportja mintegy 2-szeresére, viszont van egy rossz hír, hogy az import az 5-szeresére növekedett. De ez a számadat nekem azt jelenti, de ha nem így van, akkor ebben nyilván megcáfol, hogy nagy a kereslet Magyarországon a tejtermékekre. Ön a jövőben lát oda vezető utat, hogy majdnem kizárólag magyar termelők el tudják látni a magyar igényeket? Hát most egy kicsit megcsillant a remény, onnantól kezdve, hogy a tejfelvásárló üzemek most már egy sokkal jobb átviteli áron tudják a tejet átvenni a termelőktől, ugyanis korábban 1-2 évvel ezelőtt önköltség alatt áron vették át, tehát nagyon sok termelő tönkrement, de egy újabb vásár, vagy termelői kedv alakult ki a
termelők között, a vidéki emberek között nagyon sok, aki korábban beadta az ipart, és nem folytatta ezt a tevékenységet, nem folytatta ezt a régi hagyományt itt a környékünkben, és körülbelül 20 gazda volt, aki mellettünk még csinálta. Most egy van, aki még ezt a dolgot túlélte, mert többiek nem tudtak közvetlen értékesíteni a piacon, tehát ez meghatározó volt az életükben, hogy hogy tudja eladni a tejét, vagy nem tudja eladni, vagy milyen áron tudja eladni egyáltalán. Amellett, hogy a napi munka lázasan folyik, és igen sok a tevékenység színhelye is, és a tevékenységek mélysége is, úgy tudom, hogy eljárnak különböző fesztiválokra, ahol bemutatják a termékeiket. Hol voltak az elmúlt időszakban? Elég sok rendezvényünk volt ebben az évben már, 6 helyen voltunk, kezdve a Millenáris Parkban, a Magyar Kézművesek vásárán is, többek között holnap fogunk menni Debrecenbe a Mangalica Fesztiválra. Ezeken a rendezvényeken ismertetjük a termékeinket, nagyon sok új vásárlót találunk, vannak bizonyos helyen, ahol versenyek is vannak a termékeket illetően, ahol díjazzák őket. Készülünk majd Csermájorba is menni, ahol a sajt készítők vannak összehívva, és ott van egy nagy rendezvény, ahol ezeket a termékeket díjazzák, és lehet indulni. Most már úgy gondolom, hogy olyan szinten vannak a termékeink, hogy nyugodt szívvel benevezhetünk ezekre a helyekre. A vásárlói visszajelzéseink azt mutatják. A jövőbeni teendőkről és a tervekről hallhatnánk-e valamit? Hát nagyon szeretnénk továbbfejleszteni a elkezdett dolgainkat. Többek között a szarvasmarha tartótelepet szeretnénk olyan állapotba hozni, tehát a úthálózat, infrastruktúra, a takarmányos rendszerünket, a fejő technológiánknak a javítását, valamint a hűtést továbbfejleszteni. Kecske fejűházat szeretnénk még jobban kialakítani, tehát vannak terveink, amit különféle pályázatokkal szeretnénk könnyíteni, de ez ennek az ideje 5 és 10 év közötti terminusokban mérődik, tehát elég hosszú időt és pénzt igényelnek mindegyik komoly pénzeket. Egy utolsó kérdés, Budapesten kívül, főleg itt Gödöllőn és környékén, hol találkozhatnak a kedves vásárlók, a tévénézők az önök termékeivel? Valkón vagyunk itt legközelebb, a helyi lakosságra célozva külön csináltunk egy kis boltot. Nemrégiben Túrán egy hasonlót, valamint Gödöllőn is található egy bolt, ahol tényleg a környező emberek hozzájutnak a termékünkhöz, minden termékünk megkapható, és ami nagy dolog, hogy ezekben a boltokban minden nap friss terméket szállítunk. Köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen. Önök a Porta 42. adását látták. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Tartsanak velünk a jövő héten is. Új témákkal várjuk Önöket. Viszontlátásra!